Túránk során találkoztunk egy tűzoltó autóval, annak ellenére, hogy tüzet sehol nem láttunk. Megkérdeztük a tűzoltót, mit is keres itt. Tanasis, mondd, mit csinálsz itt, miért ülsz itt egész nap? Hát nézd, mi tűzoltók vagyunk, mi ügyelünk és vigyázunk Tassosra, a falvakra, az itteni életre, a turistákra. Ez mindenki hasznára válik. És van mostanában tűz? Eddig még nem volt tűz, de még nincs vége a szezonnak. Mikor volt a legnagyobb tűz? A legnagyobb tűz 1985-ben volt. 6 héten át tartott, Teológusban tört ki. Ekkor a sziget nagy része leégett. És hányan dolgoztok így? Mit is mondjak? Nem tudom pontosan, mert sok önkéntes van, akik csak nyáron dolgoznak. A kavalai körzetbe tartozunk. A kalózok támadásai elől a hegyekbe húzódtak az emberek, és így alakultak ki az első falvak, mint például Potamia. De később a halászok a parton kunyhókat építettek, és így alakultak ki az alsó települések, mint például Scala Potamia. Manapság turisztikailag kiépített hely, gyönyörű tiszta vízű parttal azoknak, akik kedvelik a csendet és a nyugalmat. Látogassunk el a felső településre is, amely mint az összes többi régi Tassosi falu a hegyoldalban fekszik. Csak 2,5 kilométert autózunk és Panagiába érkezünk. A három forrástól egy szépen kialakított sétányomban dugolhatunk végig, a hűsvízű patak mellett. Panagia és Tassos között az üdülőhelyektől távol található a márványbánya. Itt bányászák az egyik legszebb és egyben legértékesebb márványt, mely gyémántos csillogású. Kibányászott márvány feldolgozás nélkül hatalmas tömbökben, illetve lapokra vágva szállítják el a szigetről. Tassosi partnerünk Spiros be fogja nekünk most mutatni, hogy hogy készülnek a görög ételek.
Kedves barátaim, bemutatom, hogy mi görögök, hogyan sütjük faszénparázson a különböző húsokat. Először citrommal bekenjük a rácsokat, ami fertőtlenítőnek is nagyon jó. Így egyúttal meg is tisztítjuk. Aztán a citrommal bekent rácsokra rakhatjuk a finom húsokat. Ez egy bárányborda. Ez a rablóhús, mégpedig sertéshúsból. Azután marhahúst, bélszint rakunk egymás mellé. Nem rakjuk szorosan, egy kis távolságot hagyunk. Ezt mindenki úgy ismeri, hogy polip. Egy igazi görög specialitás. Ez pedig azért, hogy különleges aromát adjunk az egésznek, és persze szépen mutasson. Körülbelül 15-20 perc múlva készül el, és aztán lehet tálalni. Jó étvágyat! Αυτά τα υπέροχα κρέατα και χταπόδι που βλέπετε πάνω θα είναι έτοιμα για φαγητό. Καλή σας όρεξη. Περίπου σε 8 με 10 λεπτά μετά το ψήσιμο. 8-10 πέρας μούλα ορεγάνο σόβα μεξόριου και μεκφορδίκιου. Βλέπετε εδώ έχω ρίγανη και αλάτι για να νοστιμήσει περισσότερο το ψητό. Θα ρίχνουμε λίγο από πάνω. Κλείνουμε τη σκάρα. Nem sokára készre sül, burgonyával és salátával fogyasztjuk. Jó étvágyat hozzá!